Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy olyan videó lesz, ami hát gyakorlatilag egy ilyen videósorozaton folytatása, amit 1000 évvel ezelőtt csináltam, és nem tudom, 3-4 része volt összesen, amikor még így nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy ilyen 5 perces videóim legyenek, mert az olyan jól hangzott, hogy rövid, és nem kell sokat végignézni, aztán rájöttem, hogy túl sokat tudok dumálni. Mindegy. Ez pedig egy olyan sorozatom volt, hogy kedvenc sorozataim, nyilván könyvsorozataim, videók. Nyilván itt szó volt a Percy Jacksonról, a Harry Potterről, a Gyűrűk urájáról, meg azt hiszem az Olympus hőseiről, és ez volt így az összes. Viszont úgy gondoltam, hogy most végre ideje ezt feltámasztanom, kicsit nyilván máshogy fognak most megkinézni a videók, mert máshogy csinálom a videókat, de se baj. És hát nem azt mondom, hogy egy új kedvenc sorozatomról fogok ebben a videóban beszélni, mert annyira nem új, viszonylag régen kezdtem el, most fejeztem be, majdnem, ugyanítsunk, hogy befejeztem, és most szeretnék hozzá egy ajánló videót készíteni az egész sorozathoz, mert nyilván ugye az első részét már régebben olvastam, és mostanában ugye a második, harmadik, negyedik részekről beszéltem frissebben, és akkor részüket egyben. Ez pedig nem más lesz, mint a Holdbéli Krónikák sorozat, és igen, ilyen nagyon kis összenemillő sorozatom van, de se baj. Kezdjük is azzal, hogy a Holdbéli Krónikák az egy ilyen eredetileg, mindjárt mondom a kiadási évét, szóval viszonylag régi maga a sorozat, 2012-es az első kötet eredetileg, szóval már nem annyira friss, több mint 10 éves ez a könyvsorozat. És én 2020-ban olvastam az első részét, a Cindert, amiről van is egy egész olvasó vlog a csatornán, mert akkor Zsófi tartott egy ilyen fantasy február bingót, és én akkor olvastam, mert előtte kaptam meg ezt a kötetet Attilától a Regények Kalandora csatornáról, Secret Santán. És ugye ez még a régi Alexandrás kiadás belőle. És ugye az Alexandránál elkaszálták a sorozatot két kötet után, és azóta a többi rész a könyvmagyképzőnél jelent meg, meg hát nyilván újra kiadták az első kettőt is. És amennyire én tudom, a könyvmagyképzős kiadásban van egy novella is lefordítva a novellás kötetből, amire majd rá fogok térni ebben a videóban. És hát én azt gondoltam, hogy ez nagyon régen került föl nekem annó a Cinder a várólistámra, és én teljesen azt gondoltam, hogy ez olyan lesz, mint amilyen nekem az Éhezők viadala volt, vagy mint amilyen érzéseim az ilyen 2010-es években nagyon ilyen nagy sorozatok kapcsán voltak, Végzetterek ki, stb. És ugye ez is egy nagyon népszerű sorozat, és én mindig félek a népszerű dolgoktól, amik ilyen nagyon népszerűek, mert van egy ilyen tendenciám, hogy ha valami nagyon népszerű, akkor az nekem úgy mondjuk olyan 70-30% esély van rá, hogy nem fog tetszeni. De hát meg volt már a Cinder, úgyhogy elolvastam, és bár megvoltak a problémáim magával az első kötettel, viszont nagyon-nagyon-nagyon szerettem a sztoriát. Minden hibájával együtt, és nagyon-nagyon szerettem volna tudni, hogy hova lyukadunk ki, és hát majd tartunk, hogy csinálok róla egy kedvenc sorozat videót, mert igen, én kineveztem kedvenc sorozatnak minden hibájával együtt, mert nagyon elvesztem az egész könyvsorozatot, és nagyon gyorsan ki is olvastam, tehát az első két részt azt így mindegyiket egy-egy nap alatt olvastam ki. A többit azért nem, mert féltéglák. Szóval ilyen abszolút annyira jó érzés volt olvasni ezeket a könyveket, hogy a többi már nem nagyon érdekelt velük kapcsolatban. Szóval, mi is a története ennek a sorozatnak? Alapvetően Cindert követjük az első kötetben, aki egy kiborg, és egy ilyen szerelő. És ez egy ilyen nagyon több műfajú sorozat, ugyanis hát romantikus, nyilván, nem tudom, a vörös pöttyel árult el. Disztópia, mert egy negyedik világháború után játszódik. Ráadásul van benne egy világjárvány is, amire nincs ellenszer, és én ezt pont Covid alatt olvastam, úgyhogy ez úgy poén volt, idézőjelben. Science fiction, viszont ilyen nehezen bekategorizálható szerintem, mert science fiction, de közben fantasy is, mert ugyan vagyunk az űrben, meg vannak benne technológiák, de azért valljuk be azt a bioelektromosság manipulációt, nem tudjuk nem varázslatnak nevezni. Úgyhogy amiatt szerintem azért kapta meg a fantasy besorolást is. Úgyhogy ilyen science fiction fantasy hibrid, plusz nyilván a legfőbb eleme szerintem a továbbra is az, hogy ez egy romantikus kötet. És az egész onnan indul ki, mármint a bonyodalom igazából. Ja, és ami nagyon fontos, ez az egész sorozat
mese újramondás, tehát az első a hamupipőke, a második a piroska és a farkas, a harmadik az aranyhaj, a negyedik pedig a hófehérke. És nagyon érdekes ezekben a könyvekben egyrészt azt végignézni, hogy hol vannak a párhuzamok meghúzva, és hogyan alakította át a szerző a klasszikus meseelemeket. Például én az aranyhajból csak a Disney-féle verziót ismerem, egyszer vagy kétszer láttam azt a filmet, és azért annyira nem tudtam annál kötetni a párhuzamokat vonni, mint a többinél. Nyilván Szindernek mostoha családja van, és kiborg, és ebben a világban a kiborgokat megvetik, ami megkérdőjelezhető, mert néha olyan érvelés van mellettük, hogyha csak nem tudom, egy kis új perce is robotdarab, akkor már kiborg, és te egy alja ember vagy, de mindegy. Szóval, végre eljutok eddig, hogy elmondom a sztorit, és az a lényeg, hogy Szinderhez egy napon az ő országának a hercege oda megy inkognitóban, hogy itt van a kis saját házi robota, egyszer csak nem működik, javítsa meg, és végül is innen spirálózódunk bele nagyon sok minden másba, és derül ki nagyon sok minden más Szinderről, meg mindenről, és mindeközben van egy ilyen úgymond fenyegetés is, ugyanis egy ponton az emberek egy része kivándorolt a Holdra, ők most a holdbeliek, és nekik ilyen erejük kialakult, ami az a bioelektromosság manipuláció, magyarul tudják manipulálni, hogy hogyan viselkedj, meg hogy mit látsz. Tehát így az agyaddal tudnak, bele tudnak nyúlni abba, hogy így mit látsz. És a lényeg az, hogy nekik van egy ilyen nagyon gonosz királynőjük, aki most próbálja magához házasítani a keleti nemzetközösség hercegét, aki vitte a robotot Szinderhez. Remélem kitalálható, hogy vajon hol van itt a romantikus szál, vagy hol fog bejönni a romantikus szál. Én nagyon-nagyon szerettem Szinder és Kai párosítását, tehát hogy így imádtam. Végig egyébként, tehát csodálatos, nagyon-nagyon szerettem. Mert bárki bármit is mond, mert tudom, hogy én mindig szapulom a romantikus könyveket, de csak azért, mert ha rosszul van megírva, akkor nagyon utálom, de egyébként oda-vissza vagyok a romantikáért, tehát hogy csak legyen jól megírva, és számomra jól volt megírva ebben a sorozatban, nagyon szerettem, meg hát nyilván csak így fű alatt mentek a dolgok nagyon sokáig a sorozatban. Na igen, szóval ez a Szinder. Onnantól kezdve, hogy megvan a Szinder, onnantól folytatódik nyilván a történet úgy, ahogy nem akarok nagyon spoilerezni így annak, aki nem olvasta. De a második kötet a Scarlet, ami egy piroska és a farkas, és itt bevezetődik egy következő főszereplőnk, aki Scarlet, sőt igazából két főszereplő, mert hogy így párban járnak a szereplőink, és farkas. És Scarlet keresi a nagymamáját, mi meglepő, és hát közben összeakad másokkal is, mondjuk az előző kötetből. Ez volt az a könyv, ami miatt azt hiszem hajnali 3-ig fönnmaradtam. De még úgyse tudtam kiolvasni, csak azt mondtam, hogy most már nem bírom. Nem bírom tovább. Ezt egyébként Andi és Szanna romantikus ridotonjára akartam annó olvasni, csak egészen véletlenül elolvastam még előtte egy nap alatt. Az a poén, tehát az első két kötet között egy év eltelt, mire olvastam. És most olvastam idén a harmadik részt, a Crest, és az a poén, tehát, hogy egyébként miután olvastam a Szindert, utána én meg is kaptam ezt a két részt. Csak ugye akkor még nem volt kint a negyedik rész, a Winter, és én így vártam, aztán nem tudtam tovább várni, azért olvastam ugye tavaly a Scarletet, és aztán tavaly év közepén kijött a Winter, csak amikor én könyvhéten voltam, már kifogytak belőle, úgyhogy nem tudtam akkor rácsapni. Aztán ez megtörtént később idén, ugyanis a könyvmagképzőtől megkaptam recenzióba ezt a példányt, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm innen is nekik, hogy biztosították ezt a példányt számomra. És de még azt tartok, hogy Kressz. Szóval miután már megvolt a Winter után, úgy voltam, hogy most már nem várok éveket a kötetek között, sőt egyébként úgy volt, hogy még nem is volt meg a Winter, hanem elolvastam a Crest, mert úgy voltam vele, hogy pont egy év telt el az előző óta, akkor miért ne olvassam el a harmadikat, csak annyira nem bírtam már magammal ezen a ponton, hogy mondtam, hogy jó, tehát most már nem várok még éveket közöttük. A Crestben nyilván ugye ez már az aranyhaj újramondás, és ugye pontosan ez volt az a kötet, ahol sokkal kevesebb áthallást vettem észre. Nem vágom annyira így az aranyhajas sztorit, mondom, csak egyszer vagy kétszer láttam a Disney mesét. Tehát nyilván megvan a Flynn Rider karakter, ha a Disney mesének ből a tudásomat szedem, de hogy az összes többit azt így nem nagyon tudom. Meg nem, tehát így nem tudom megállapítani, hogy mennyi volt az ilyen újramondási elem benne. És ebben pedig az a történet, hogy Kress egy műholdban lakik,
és ilyen nagyon nagy hacker, és ő a hírszerzése a holdbélieknek gyakorlatilag, mert hogy mindenhol be tudja magát törni. Csak hogy őt kiszabadítják, viszont ez a kiszabadítási hadművelet kicsit félremegy, és ezek után a csapatunk szétválik, nyilván ugye Kressz lesz az új egyik főszereplő, illetve Thorn, aki a második kötetben jelenik meg. Nem, ő nem főszereplő, mert ő már benne volt a többibe is, de hogy így értitek. Meg az a lényeg, hogy az összes szereplő kap saját fejezetet, tehát hogy innentől kezdve Cindernek továbbra is vannak saját szemszögű fejezetei, és ugye gyakorlatilag minden könyvben van egy párosunk, de hogy az összes többi páros is az előző könyvekből továbbra is kap saját fejezetet, tehát itt sok szempontból mennek a könyvek. És ez már egy igen nagy darab könyvecske, majdnem 600 oldalával. Ez az a kötet, ahol arra jutnak, hogy oké, nem szabad hagyni, hogy Kai és Lavanna összeházasodjanak, úgyhogy Kai-t el kell rabolni. És ennek a könyvnek a vége. Megmelengedte a kis szívemet. És hát ezek után jön a féltéglánk. Ami ez már tényleg féltégla, ami a Winter, ami 730-40 oldal körül van. Ebben pedig egy olyan szereplőt ismerünk meg, aki ugye a Hófehérke áthalás Winter hercegnő, aki Lavannának a mostoha lánya, tehát a holdbeli királynőnek a mostoha lánya. És Winterről azt kell tudni, hogy ő nem hajlandó használni az ő képességét, viszont ennek az a következménye, hogy megőrül gyakorlatilag, tehát a saját képessége saját magának csinál hallucinációkat, ami így az őrületbe kergeti, úgyhogy így nagyon a töréspont határán van. Viszont ebben nagyon zseniálisak voltak, itt már sokkal jobban odafigyeltem a Hófehérke sztori párhuzamokra, és nagyon-nagyon tetszett a megoldás, amit használt Marissa Meyer benne. Kicsit Winterrel, meg a Prince Charminggalnak a megfelelőjével, aki ugye a Palotör Jakin, sose tudtam, hogy mondjam szegény nevét. Belül kicsit az volt a probléma, hogy igazából ők már csak ebben az egy kötetben kaptak saját fejezetet gyakorlatilag, és így úgy éreztem, hogy kicsit keveset voltak velünk, és sokkal kevésbé ragaszkodtam hozzájuk, mint mondjuk az összes többi szereplőhöz. Több függetlenül így is kedveltem őket, csak így kicsit ilyen messzebb maradtak tőlem, és hát nyilván ebben a könyvben van a nagy leszámolás. De hogy miért is van a leszámolás? Hát azt tudja, aki olvasta mondjuk a Cindert, mert annak kiderült, hogy mi is van itt még, de nem fogom ellőni a spoilereket azért. Mindenesetre az olyasmi, amit én egyébként így a vége fele már kitaláltam a Cinderben. Szerintem nem akarták annyira titkolni, de attól még jó volt, hogy kitaláltam. És hát ebben is nagyon sok minden történik, csak úgy a spoilerek nélkül nehéz róla beszélni, de a lényeg az, hogy én oda meg vissza voltam ettől a könyvtől. Nem álltam meggondolkodni a logikai buktatókon, amik esetlegesen lehettek benne, mert annyira haladni akartam a sztorival, annyira behúzott az egész univerzum, ez a Holdbéli Krónikák univerzum, hogy így gyakorlatilag semmi nem érdekelt már a második kötet óta. Nagyon-nagyon szerettem. Tehát amik zavartak engem mondjuk az első kötetben, azok így elpárologtak közben, vagy mondjuk ahogy új infók jöttek hozzá, hogy már kevésbé zavartak, más perspektívában voltak, úgyhogy én csak így mentem az áradattal, és imádtam elejétől végig ezt a sztorit. Annyira, hogy ugye ez a fő négy könyv, nagyon szépek. Ami viszont leginkább kilóg a sorból, az a Stars Above, amit még tavaly vettem meg, és ez egy ilyen kiegészítő kötet a sorozathoz, ami novellás kötet. 9 novella van benne, amiknek a nagy része az így a kötetek között per előtt játszódik. Igazság szerint én nem javasolnám ennek a kötetnek az olvasását a fő négy kötet olvasása előtt, mert szerintem sokkal jobb, hogyha így utólag olvassuk ezeket vissza, mert hogy amúgy csomó minden szerintem sokkal kevésbé érthető, hogyha az ember előtte nem olvasta a fő sztorit. Illetve van egy sztori, aminek igazából nincs köze a könyvekhez, de van egy szereplő, aki megjelenik belőlük. Ez még nem jelent meg magyarul, bár azt láttam, mintha már tárgyalnának róla, vagy megvették volna jókat, nem vagyok benne biztos. A lényeg az, én ezt azért vettem meg külön angolul, mert egyrészt türelmetlen ember vagyok, nem tudok várni a magyar megjelenésekre sokszor, másrészt nem, tehát mivel már alapból a Holdbéli Krónikák sorozatom nem passzolt egymáshoz, így már nem érdekelt, mert ebbe a borítóba én konkrétan szerelmes vagyok. Annyira csodálatos ez a borító, és ugye ez az újabb fajta kiadása, tehát nem ez a borító verzió, ez egy másik fajta kiadása, és ugye ezek a magyar borítók, tehát gyanítom, ha kiadják magyarul, a másik borítóval fogják kiadni, ami passzol a magyar kiadásokhoz. Nekem meg ez kellett, amiben spoiler, ez a csodás kép is van.
Igen, és így néz ki a többi kötet ebben a kiadásban. Szóval egyből át is ugrottam erre a novellás kötetre, és nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Az egyik kifejezetten nagyon el akartam jutni odáig, ami nyilván ugye a legutolsó, amiben egy esküvő van. Csodálatos volt. A többi, és az a novella, ami tudtommal a magyar kiadású Cinderben megvan, ami a Kámkánál jelent meg, az az a Glitches nevezetű, ami hát a Cinder előtt játszódik, és azt mondja el, amikor oda kerül Cinder a családjához. De itt van benne vannak benne más novellák is, amik spoileresek a második részre vonatkozóan, meg az összes többire is. Viszont van egy novella, amit kiemelnék, ugye mondtam, hogy a Winterben Winterékhez kicsit kevésbé nőttem hozzá, viszont a Stars Above-ban van egy novella, ami Winter és Yakin, nem tudom szegény nevét, hogy kell kimondani, gyerekkoráról szól. Arról az időszakról, tehát benne van az az időszak is, amikor Winter eldöntötte, hogy nem fogja többé használni az erejét, és ez nagyon érdekes volt, és nagyon jó volt olvasni, mert egy kicsit így sokkal jobban hozzám nőttek, meg így sokat, úgy éreztem, hogy sokkal több mindent tudunk róluk, főleg, hogy így a gyerekkorában is láttuk Wintert, mielőtt még a holdbéli képességeinek az elnyomásával kicsit megőrült volna. És ez nem az összes holdbéli kronikák kötet, ugyanis van még egy kiegészítő kötet, ami azt hiszem 3.5. részként szerepel, tehát valahol itt a harmadik, negyedik között, az a Ferres címet viseli, és az a kötet le van a királynő történetét mondja el, tehát, és az nem egy novella, az egy ilyen kis regény kaliberű kötet inkább, és sokkal hosszabb, de nem ilyen, kitesz egy egész kötetet, de ettől azért vékonykább, ilyen 200 oldal körül van. Szerintem azt nem érdemes a harmadik, negyedik kötetet olvasni, vagy hát nem tudom, mert én még nem olvastam, majd szeretném azt is elolvasni, hogy csak hogy teljes legyen a sorozat. Ugye az sincs még kint magyarul, az is egy kiegészítő kötet, arról nincs nekem információm külön, hogy az fog-e jönni magyarul. Az a tervem azzal kapcsolatban, hogy a lehetőség, meghallgatom a hangos könyvet scripten belőle, mert hogy fönn van, angolul ugye. B lehetőség, megvárom hát, aki ilyen angolul, és majd úgy, vagy magyarul, és majd úgy megveszem és elolvasom, vagy a kombinált lehetőség, vagy kihallgatom scripten, és ha kijön, akkor megveszem, csak hogy teljes legyen a kollekció. Nem tudom még melyik verzió fog érvényesülni ebből, azt tudom, hogy tehát maga a Ferrest, az Levanának azt hiszem a 15 éves korában kezdődik a történet, és nem tudom pontosan meddig halad, de hogy így végig visz minket azon, hogy ő hogyan lett olyan, amilyen. Ami érdekes, és azért érdekel, hogy mégis lássam a romláshoz vezető utat. Viszont azért is gondolom, hogy szerintem spoileres a negyedik kötetre, mert van olyan dolog, ami a negyedik kötetben van először említve, és Cinder se tud róla a negyedik kötetig, csak ott majd Levana említi neki, ami gondolom, hogy le van írva abban a kiegészítő kötetben, szóval ez ilyen szempontból érdekes. Szóval az az egyetlen egy kötet az egész sorozatból, amit nem olvastam, vagy az az egyetlen egy történet, amit nem olvastam az egész sorozatból. De majd azt is fogom, csak mivel ugye az Levana, sokkal kevésbé érdekel, mint mondjuk, amik ebben történtek, olyan szereplőkkel, akik a szívemhez vannak nőve, de ettől függetlenül azért majd el szeretném olvasni. Úgyhogy így nagy nehezen háromszor vagy kétszer is meg kellett állnom videó közben, mert túl melegedett szegény kamerám. Szóval ez itt... Szóval ez itt a Holdbéli kronikák. Én nagyon-nagyon szerettem, amiatt is, mert hogy egyébként tehát én a szereplőkárdát is egészen nagyon sokféle szereplővel dolgozik a szerző, és nagyon-nagyon szerettem a dinamikát a szereplők között, tehát hogy például a Cinder és Thorn között azért volt még nagyon-nagyon jó, mert hogy így köztük volt egy olyan dinamika is, hogy ők fiú-lány barátság, és nem kellett bele más. Tehát, hogy így voltak benne nagyon-nagyon jó dolgok, és nagyon-nagyon szerettem mindegyik szereplőt gyakorlatilag. A vége felé nagyon véres lett a sorozat, de hát ez sajnos így van. Illetve az első kötetben megölték az egyik olyan mellékszereplőt, akik nagyon-nagyon szerettem. És nagyon szomorú voltam, hogy meghalt. Úgyhogy azért érzelmi hullámvasút ez a sorozat, de arra kell készülni, szerintem legalábbis, hogyha az ember ebbe bele fog, nagyon gyorsan végigolvassa a könyveket, főleg, hogyha megvannak neki. Úgyhogy az én kis lelkemnek nagyon, nagyon jót tett ez a sorozat, oda meg vissza vagyok ezért a történetért, úgyhogy... Azt hiszem Marissa Meyertől többet kell olvasnom még, és azt hiszem még talán két könyve van kint a Kámkánálban, most nem vagyok biztos. Ezek voltak a fő prioritásaim most tőle, de még lehet, hogy majd így olvasok tőle mást is. Ki tudja még, mit hoz a jövő. Úgyhogy ez volt akkor a Holdbéli Krónikák sorozatról az én kis
áradozó videóm. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!